Krishna Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, kedves barátaink! Krishna völgybe vagyunk. Egy kis közösség, lelki építő hangulatban. Közben van egy lelki ünnepünk is, ami nagyon csodálatos. 500 éve ezelőtt volt egy esemény, amit a tradicionálisan minden évben ünnepeljünk, és ennek a fő dolga, hogy tiszteljünk az Urat, és együnk sok finom édességet, joghurtos, meg suriket teljes. Énekeljünk Hare Krishna mantrát, fogunk főzni, megkértek, hogy főzzünk. Itt az Istenség megérkezett Krishna völgyi oltáráról, lelki feltöltődés, lelki fejlődés, baráti kapcsolatok erősítése, építése, közösség építése, összekovácsolása és a boldogság megnyilvánulása. Mindjárt gyűjtsünk a tüzet, és akkor egy tál étel, ami teljes harmóniát, vitamin gazdag ételt főzünk, sok zöldségből, van benne rizs, van benne mungbab vagy mungdál, és akkor van benne mustármag, római kőmény, utána lesz benne gyömbér, gyufaszálokra vágott, zöld, hegyes, erős paprika lesz, akkor lesz benne hing, ami úgy hívják, hogy aszofetida, lesz még benne kurkuma, nagyon fontos, köri levél lesz, és koriander őrölt lesz, és a gin csináljuk. Ez a helyes, hogyha egy gyufaszált használjunk a tűz gyújtáshoz. Persze nem baj, lehet egész dobozt is, de én mindig törekszek, hogy csak egy gyufaszállal próbálok meggyújtani a tüzet. Mustármagot rakunk, az csak úgy lehet, hogy ki kell pattogtatni, akkor olyan finom aromás lesz, nagyon-nagyon jó fűszer. De ahhoz kell, hogy forró legyen, hogy másik nem pattog. Ez köri levél, olyan aromás, olyan finom, hogy sajnálom, nem vagytok itt. Aszofetida, ez fa gyantából készül. Mi nem eszünk hagymát, fokhagymát, viszont ez
sokkal finomabb és aromás. Enélkül nem főzünk. A masszát, ami fűszerkeverésből csináljuk, és mikor így kisütünk, úgy hívják a csonsz. Ez nem is tudom, angol talán, de nem magyar biztos. És ez az alap. Először fűszereket megpirítjunk, különböző sorrendbe kell rakni. Ez a csonsz. És utána, ahogy főznek a zöldségek, mindenki más idő alatt, akkor ami leghosszabb idő, az hamarabb rakjunk. És a végén rakjunk olyan zöldséget, ami legrövid idő alatt megfő. Aki nem tudja, mit raktunk ezt a fehéret, nagyon könnyű, annak ez a neve a rizs. És közben az fontos még, hogy nem kóstolunk, amit főzünk, mert először Istennek lesz felajánlva az étel, azért nem kóstolunk. A másik, ahhoz, hogy jó, ez történjen és sikerüljön, nagyon fontos jóságba csinálni, mindig tiszta legyen, minden tisztaság, tiszta edénybőbe használjuk, utána minden eltakarítsunk, és közben is mindig figyeljünk, hogy rend legyen, ne legyen rendetlenség. A krumpli féle kész van, most rakjunk a cukinit és a brokkolit, utána rakjunk zöld borsót, utána rakjunk panírt, ez a körd, panír szanszkritul, és kész van. Negyven literes bogrács, 60-an vagyunk, de hogyha 40 és fél liter mindenki megeszi, az még 80 ember is elégedett lesz. Hare Krishna! Most a legfontosabb része lesz a főzésnek. Felajánljunk, nem csak a videóra mondom, hogy fel fogunk ajánlani Istennek, Krishnának, amit eszünk. Először neki főztünk, és akkor először neki lesz. Mindjárt majd mixeld a kördöt, jó? Ebből lesz kiosztva. Hát sajnálom, hogy igen, és füst is ide jön, és sajnáljuk, hogy nem voltunk itt, mert a képernyőn keresztül, hogyha próbáljátok nyalogatni, az nem lesz ugyanaz az íze. Majd gyertek ide egyszer, és akkor itt kóstoljátok velünk. Hare Krishna!